Sok szeretettel köszöntelek benneteket, és köszönöm, hogy eljöttetek így péntek este. És úgyhogy nagyon remélem, hogy nagyon érdekes és izgalmas beszélgetést fogunk folytatni. Forintos Szűcs Anita vagyok. Fenntarthatóságra fogunk beszélni, az ügynökségnek ez nagyon fontos. Kiküldtünk egy kérdőívet a fiatalok körébe, és felmértük, hogy mit gondolnak róla, majd kicsit be fogom fűzni kerekasztal beszélgető társaimnak a véleményei közé. Nagyon örülök, hogy eljöttetek, és akkor szólítom is Svetlényi Almát, az Alma márka tervezőjét, alapítóját és tulajdonosát, és egy fenntartható márkáról beszélünk, Hoffmann Petrát. Mihály fog középen ülni, csak gondoltam, hogy a hölgyeké az elsőség, hogy felszólítsam. A gardróbvásár megálmodóját, Hartai Mihályt, textrét, üdvözlöm. És szerintem akkor induljunk is az izgalmas beszélgetésünk, vágjunk bele. Ugye mondtam, hogy ezt a kérdőívet körbe küldtük. Szerintetek a válaszadók hány százaléka használ textil táskát a műanyag helyett? Hát szerintem a textil táska biznisz az már jól megy, vagy nem tudom, tehát annak a kommunikáción azt mondanám, hogy ja, ráadásul ugye szakirányú felső oktatásban hallgatókról igen, beszélünk. Igen, szakirányúban, igen. Hát hogy szerintem ott azért a tudatosság szintje magasabb, mondjuk 65. Még valaki? Mondjuk 56. Cukorkát felajánlok, aki eltalálja, de 89 különben. Szóval szerintem nagyon-nagyon magas, de ebben teljes mértékben igazad van, hogy ugye szakirányú képzésben vettek részt, és ők mondták, de azért ez jó lenne, hogyha menne tovább. De ez szerintem egy szép szám. Kezdenénk egy provokatív kérdéssel rögtön. Hogy gondoljátok, hogy a divatipar azért nagyon szennyező ágazatok között van, hogyan lehetne átalakítani az iparágat, hogy kevésbé legyen szennyező? Hát én, mint divattervező, ugye elég nagy felelősséggel szolgálok ez ügyben, a témakörben, úgyhogy talán a mi szakmánk beli döntéseinken is múlik, tehát aki egy divatipari céget alapít, annak elég nagy felelőssége van ebben a témakörben, úgyhogy az én területemen igazából már a tervezési döntéseknél valósulnak meg ezek a felelősségvállalások, ami főként elsősorban, legelsősorban a gyártási folyamatoknál kezdődik, és utána pedig másodszorban, ami szintén fontos a vásárlói körnek az edukációjában, ami szintén egy divatmárka meg is tud tenni. Úgyhogy ezt a két fő lépést emelném ki az én szakmámon belül. Azt is gondolod, hogy a divatmárkának edukálnia kell a saját vásárlóit folyamatosan? Igen, folyamatosan nem feltétlen, mert az negatívan tudhatni akár a marketingre és a vásárlás ösztönzésre is. Tehát néha ezek ellentmondásos dolgok, mint ahogy a divat és a fenntarthatóság maga is egy két ellentmondásos fogalom, úgy a márkán, tehát egy divat márkának is legalábbis én is az úgy vettem észre, ahogy így építkeztem évről évre, hogy óvatosan kell edukálni is, hogy ne bűntudatot ébresszünk, hanem apró cselekvésre ösztönözzük ezen a területen a vásárlókat, de semmiképp sem vegyük el a kedvüket attól, hogy akár designer márkák ruháit se akarják már megvásárolni. Úgyhogy azt gondolom, hogy ebben balansznak kell lennie, de mondjuk egy ilyen 40-50 százalékban szólhat arról a kommunikáció, beépítve a marketingbe ezeket az információkat, hogy aztán jó döntéseket hozzanak a téren a vásárlók. Mihály, kicsit másik oldalról megközelíteni ezt a kérdést? Tehát én onnan közelíteném meg, hogy régebben ugye 4 divatkampány volt jellemző, ugye téli, tavaszi, nyári, őszi,
Ma azt mondják a szakemberek, hogy 2-3 hetenként van egy-egy divatkampány, és ez azt jelenti, hogy aki haladni akar a korral, az bizony sokkal többször cseréli a ruháját, erre egyébként messze komolyan a gyakorlat és a vizsgálatok is ezt mutatják, hogy folyamatosan csökken a hordott ruháknak a gyakorisága. Tehát most ott tartunk, hogy régebben egy olyan 200-szor hordtunk egy ruhát, most már 150-szer. Tehát, és ez betudható ennek is, ez az egyik oldala, a másik oldala pedig az anyagminőségek romlása. Ugye elindult egy folyamat 20 évvel ezelőtt, hogy elkezdtük átterhelni a textilipar távol-keletre, és gyakorlatilag a legnagyobb márkák is a távol-keleten állítják elő a ruhákat, lényegesen olcsóbban, és hát nyilván a lényegesen olcsóbb árat az európai fogyasztó jobban meg tudja fizetni, és meg is fizeti. Tehát egyrészt ezeket a kampányok számát kellene jelentősen csökkenteni, visszatérni egy valóban sokkal ritkább és időszakosabb kampányformában. Ráadásul azt gondolom, hogy a kényelemre kellene és a tartóságra helyezni a kampányban a hangsúlyt. Tehát, hogy kényelmes legyen a ruha, és tartós legyen. Jó, erre, amikor ezt elmondtam, a feleségem azt mondta, hogy a hölgyek úgyse fognak fölvenni kényelmes cipőket, továbbra is a magas sarkú cipőket fogják előnyben részesíteni. Én azt gondolom, hogy akár a magas sarkú cipőknél is, meg más egyébeknél is lehet tartóságra törekedni, és a kényelem, azt hiszem, hogy a férfiak már egész jól csinálják. Nekem is egyébként a szezonalitás jutott az eszembe válaszként a kérdésedre, de kicsit más honnan megközelítve, hogy szerintem ez a high fashionnek ez a kampányszerűsége az, hogy úgy gondolkozunk a divatról, hogy a tavaszi kollekció, és aztán a nyári, és aztán az őszi, és aztán a téli. De hogyha már ősz van, akkor ami már nyáron volt, ez már igazából hulladék idézőjelben. Ez nagyon nem fenntartható. Sokkal másabb jelzőre gondoltam, de a helyet választottam ezt. Szóval azt gondolom, hogy ezt az egész fajta gondolkodásmódot kellene valahogyan újra formálni az egész divatiparnak magában, és nem azt gondolni, hogy egy ruhának, vagy a ruhában lévő kreativitásnak az értéke, az mondjuk egy fél év múlva már töredékét éri. Most ezt persze úgy mondom, hogy számszerűsítve, hogy mondjuk mennyibe kerül egy ruha a szezonban, és aztán a következő szezonban. Hiszen ezeknek a tárgyaknak a valódi értéke reményeim szerint nem ez, hanem tényleg az a fajta kreativitás, ami benne van, vagy az a fajta minőség, vagy az a fajta alapanyag, és a többi, és az természetesen az erőforrás, amit felhasználtunk, a munkaerő, és a többi, ami mind benne van egy-egy ilyen tárgyban. De azt gondolom, hogyha ezek a nagy házak továbbra is erőltetik ezt a fajta szezonalitást, akkor ezért az alapvető, tehát a divatról való alapvető gondolkodásmód nem nagyon tud megváltozni, illetve azt tudhat történni, és ezt egyébként látom is történni, hogy magyar márkák között is van számos olyan, aki már egyáltalán nem ebben gondolkozik, hanem abban gondolkozik, hogy olyan kollekciókat tervez, és persze kell újat tervezni, különben a márka nem tud nyilvánvalóan életképes maradni, de olyanokat tervez, amik nem mondjuk egy korábbi kollekció darabjai helyett, hanem azokat kiegészítve, vagy azokkal együttműködve egy klassz egységben. De te is így gondolkozol igazából szerintem a ruháidról. Igen, vagy nem? Azt hittem, ami teljes marhaságot mondok. Na igen, szóval, hogy szerintem ez lehet egy út, hogy nem azt gondoljuk, hogy ami fél évvel korábbi az értéktelen, hanem azt gondoljuk, hogy ennek igenis akkor van értéke, hogyha az mondjuk 10 év múlva is egy hordható ruha lesz, és nem feltétlenül csak a minősége tekintetében, hanem hogy egy olyan stílust, vagy egy olyan karakter tud akár az adott márka meg testesíteni, amivel én mondjuk vásárlóként úgy tudok azonosulni, hogy azt gondolom, hogy azt 10 év múlva is szívesen viselem. Persze ezek azért nem azok feltétlenül a kategóriás márkák, akik versenyezni tudnak mondjuk egy fast fashion-nel, mert nyilván ez egy egészen más világ. Tehát ez egy luxus bizonyos szempontból.
Hozzak egy következő kérdést, amit már feszegettem egy másik kerekasztalban, de feljött itt nálatok is, és az Alma hozta be. De alapvetően ugye arról beszélünk, hogy ezeket a nagy divatházaknak meg ugye a fast fashion márkák két hetente hozzák ki az új kollekcióikat, tehát ők még durvábbak, mint szerintem most a nagy márkák, mert most a nagy márkákban lehet látni, hogy a Covid miatt ugye állnak vissza arra, hogy két szezont hozzanak már csak innen négyet, de ez nem igaz a fast fashionre. Tehát tudjuk, hogy a fast fashion márka a Covid alatt 200%-a megnőtt az online értékesítésük. De hova akartam jönni? Tehát, hogy megnézzünk egy magyar divatmárkát is például, vagy egy nagy nemzetközit. Mit gondoltok, az hogyan működik? Ugye, hogy bevételt kell termelni, plusz fenntarthatónak kell lenni. Te már Alma mondtál erre gondolatot, de hogy ezt feszülgessük egy kicsit, hogy ez létezhet együtt ez a két fogalom? Remélem, hogy igen. Én azon vagyok. Szóval én úgy gondolom, hogy igen, csak azért ennek is van egy ilyen beérési folyamata, amíg kialakulnak azok a rendszerek egy márkán vagy cégen belül, hogy ezt a kettőt össze lehessen egyeztetni. Nem lehetetlen. Most én például a márkámon belül különböző árkategóriájú termékekkel érem el a jövőben ezt a célt, mert hogy profitot termelni ebben a területen tényleg nagyon nehéz, hogyha csak abból indulok ki, hogy maradok mondjuk annál a műfajnál, hogy évi két szezon, és akkor az a, ugye az inspirációs üzenetforrásokon mentén egy eszenciális kollekció, de ezt nem mindenki engedheti meg magának, és erre kell alternatívát adni, mert az sem fenntartható, hogyha aztán a cég sem marad az. Szóval valahogy úgy lehet, hogy az igényeknek megfelelően, de nem az igényeket túl, tehát hogy az igényeket nem úgy az igényeknek nem úgy szeretnénk megfelelni, hogy még nagyobb igényeket váltsunk ki belőlük, hanem ami alapvető igény, és amivel hozzájárulunk kulturálisan is, de öltözködésben is az emberek igényeinek megfelelően, azt mi tudjuk úgy biztosítani, hogy ne kelljen túltermelnünk sem, de fenn is tudjuk tartani a céget. Tehát valahogy, hát ezen még ugye én is dolgozom. Amit én látok, hogy, és egyébként szerintem itt jön az képbe, amit az előbb említettél, az edukáció, szóval azért a kisebb magyar márkák szerintem olyan követői bázissal rendelkeznek, akik valahogyan ezt az aktív vagy élő kommunikációt ezt igénylik is, és erre azért így oda is figyelnek, tehát nagyon jól átmegy az üzenet. Sokkal jobban, mint egy fast fashionnél. Ott ez, azt hiszem, hogy ez nem is nagyon cél, csak az, hogy érezd, hogy ez most mennyire stílusos, stb. De nem ez a lényeg. Szóval azt gondolom, hogy ez egy lépés előnye lehet a magyar márkáknak, hogy az üzenet is át tud menni, és az üzenet, ha az, hogy hosszú távra vásároljál ruhát, adott esetben drágábbat, viszont arra vigyázz, és szeress sokáig, és legyél ilyen módon fenntartható, és sokkal inkább vegyél egy valami igazán jó minőségűt, mint 10 hitványat egy olcsóbb termékből. Ez, ha működik, és hogyha ennek van, erre van nyitottság, akkor szerintem ez lehet egy fenntartható működésnek az első lépése. Illetve azt látom még, mert egyébként egy magyar divatmárkának is dolgozom, csak most nem az van ott a nevem alatt az a pozícióm, de szóval kommunikációs feladatokat végzek egy magyar márkánál is, és én azt látom ennek a márkának a működése alapján, hogy nagyon nehéz valahogy, tehát hogy nagyon benne van ez a fogyasztókban ez, hogy folyamatosan új kell, de olyan szinten, hogy akár havonta, vagy havonta több új nagyon igénylik. És akkor olyannal lehet játszani, hogy akkor a darabszámok kevesebbek, de gyakrabban van megjelenés, és akkor végül is egy nap végén kijön így ez az egyensúly, de hát nyilvánvalóan kreativitásban, munkában ez egy nagyon nagy nyomás szerintem a tervezőkön. Meg az olyan, mint hogyha kicsiben fel akarnád venni tehát kicsi fast fashionné akarnál válni a saját körödben. Mert egyébként és muszáj. Nehéz, igen. Tehát, hogy nem elég az, hogy két havonta van valami újdonság, hanem olyan szintű igény van az újra, hogy az egyébként már szinte beteg, szóval tényleg.
De értem, tehát hogy ez az eredménye annak, ami egyébként meg nagyban ezeknél a cégeknél működik, hogy sikerült így a fogyasztói gondolkodást teljesen így felgyorsítani, vagy az igényeket. Annyit tennék ehhez hozzá, hogy ha a profit növekedés, anyagmennyiség és energiamennyiség növekedésből adódik, akkor nem lesz soha fenntartható. Tehát csak egy irány van, hogy csökkenteni az anyagfelhasználást és csökkenteni az energiafelhasználást. Ez a két legfontosabb. Az élő munkával kevésbé kell spórolni, mert úgy tűnik, hogy vagyunk elegen, tehát az kevésbé problémás, ugyanakkor nem lehet több anyagot felhasználni. És hogyha ez profit növekedéssel jár, akkor az egy hatékony megoldás. Persze nagyon nehéz ezt megcsinálni. Jelenleg nem ebbe az irányban tartunk, hanem növekszik a felhasznált anyagmennyiség, növekszik az energia, felhasznált energiamennyiség, és így nő a profit. Tehát ez nem fenntartható. Egészen rövid időn belül fenntarthatatlanná válik. De a kérdés maradt még továbbra is, hogy ezt hogyan oldjuk meg a nagy márkáknél, de Alma, hát ha rájössz a nyitjára, és akkor szólni ez mondjuk, jó. Mihály, kicsit beszéljünk a cégről is, meg hogy hogyan gondolkoztak a körforgásos gazdaságért, mit tesztek? Igen. Ugye a Textradről néhány mondat. Magyarországon ma már az egyetlen olyan cég, amelyik használt ruha begyűjtésével foglalkozik, mintegy 1500 konténerünk van az országban kihelyezve. Ezzel az 1500 konténerrel mintegy 10 000 tonna ruhát gyűjtünk vissza Magyarországon, és emellett, hogy ezt gazdaságosan tudjuk csinálni, vásárolunk bálázott, de válogatatlan ruhát, még 30 000 tonnát, és így mintegy 40 000 tonnát dolgozunk föl Magyarországon. Ez azt jelenti, hogy az éves felhasználás, tehát amit vásárolunk, ruhamennyiséget, az körülbelül 100 000 tonna, ennek a 40%-át, tehát elég nagy mennyiségről van szó. Ezt feldolgozzuk, ez egy for profit szervezet, ami azt jelenti, hogy leválogatjuk ezeket a ruhákat szakszerűen, bálázzuk és értékesítjük elsősorban a fejlődő országokban, vagy a szegényebb országokban történik az értékesítés, valamennyi a fejlett országokban is visszamegy a kvázi legértékesebb része. Azt kell tudni, hogy 2025-ig fel kell készülnünk arra, hogy az egész országban szelektív gyűjtés lesz, használt ruha szelektív gyűjtés lesz, és ez azt jelenti, hogy a konténer szám legalább 10-szeresére fog nőni, tehát mindegy 10-15 000 konténer lesz kihelyezve az országban. Erre fel kell készülni, hogy ennek a fogadására is képesek legyünk, hát részben mi is, meg valószínűleg mások is az országban. Tehát van most még 3-4 évünk erre, hogy felkészüljünk. Ez egyébként Nyugat-Európában, elsősorban a leggazdagabb országokban már egy természetes tendencia. Hogy mit gondolok a körforgásos gazdaságról? Ugye azt kell tudni, hogy az Unió 2014 és 2018 között szülte meg a körforgásos gazdasági koncepciót, amely 4 év alatt meglehetősen sokat változott, és elsősorban a hasznosításra és nem a megelőzésre helyezi a hangsúlyt. Tehát olyan célszámokat tűzött ki magának, ami elsősorban a hasznosítást szolgálja, és nem a megelőzést. Mi a megelőzésben vagyunk érdekeltek. Tehát azt mondjuk, hogy azokat a ruhákat, ami valakinek már nem kell, azokat mások még megvásárolnák, vagy megkapnák karitatív szervezeteken keresztül, és hordják. És ne daráljuk be ezeket az anyagokat, egyrészt azért, mert problémás a használt ruhának az újrahasznosítása, másrészt azért, mert a hasznosításnál az
új terméknek körülbelül a 70%-os anyag és elsősorban energia felhasználására van szükség. Tehát nem az újrahasznosítás egy nagyon energiaigényes terület. És ezt nagyon rosszul élem meg rosszul éljük meg mi a szakmában, hogy nem a megelőzésről szól Európában is a cél, hanem arról, hogy hasznosítsunk, kvázi daráljuk be, szedjük szét a ruhát, és csináljunk belőle valami mást. Ez egy rossz tendencia, de egyelőre ezt nevezzük körforgásos gazdaságnak. Ugye mindenki előtt ott van, hogy körforgás. Mit jelent a körforgás? Azt jelenteni, hogy az anyag és az energia az folyamatosan megújul. El lehet képzelni, hogy ez nem történhet meg egy olyan esetben, ha ezeket az anyagokat megsemmisítjük vagy bedaráljuk, mert akkor ahhoz, annak az újrafelépítéséhez nagy mennyiségű energiára van szükség. Petra, alapvetően, amit te kitaláltál, hogy a Galdrop közösségi vásár az önmagában egy fenntartható dolog. Mennyien vagytok, hogyan jött az ötlet, most hogy áll? Ez körülbelül 10 éve működik ez a vásár. És az alapötlet, az, annak tulajdonképpen két forrása van. Én a dizájnelmélet szakon diplomáztam a MOMIN, és nekem a dizájn területéről is mindig ezek az ilyen vagy szociálisan érzékeny, vagy fenntartható dizájn területek voltak az érdekesek. Tehát alapvetően én is van egy ilyen érdeklődésem, vagy inkább úgy mondom, hogy mondjuk ennek a fontosságát már úgy felismertem egy ideje. A másik pedig egy ilyen nagyon hétköznapi kis momentum az életünkből, a barátnőmmel, akivel ezt közösen elkezdtük szervezni ezt a vásárt, hogy egyszerűen egy ilyen hasonló kezdeményezésre szerettünk volna, illetve ő szeretett volna benevezni, részt venni, és nem tudom, már elfogyott a hely, vagy nem tudom mi, és nagyon csalódott volt, és akkor mondtam neki, hogy ne szomorkodjál, hát akkor csinálunk mi egy ilyet magunknak, meg a barátainknak, vagy akit érdekel, és hát tulajdonképpen nagyon sok embert elkezdett érdekelni olyannyira, hogy tényleg 10 éve most már havonta 2-3 alkalommal szervezzük ezeket a vásárokat. Ez egy nagyon népszerű műfaj, olyannyira ez vicces. Tehát, hogy az, hogy gardrób vásár, ez egy fogalom. De hogy ez nem volt egy fogalom. Tehát mi ezt elneveztük így, és most már ezt így hívják. És ez így szembesültünk vele, hogy jó. De hogy igazából nagyon sok embert érdekel ez, és nagyon sokan jelentkeznek. Mi úgy működünk, hogy tulajdonképpen megszervezzük ezt a rendezvényt, asztalokat adunk bérbe, ezekért az emberek fizetnek, és ott ők a saját holmiaikat, termékeiket, kevésbé, de ruháikat, kiegészítőiket saját maguk árulják. Ez egy ilyen piac. És folyamatos az érdeklődés, mi nem tudtuk a legelején, hogy mire kell számítani, hogy ez mennyire lesz tendencia, és a fenntarthatóság is ez a fajta gondolkodásmód, ez igazából utólag, tehát hogy mondjam, amióta mi ezzel dolgozunk, körülbelül eltelt úgy 6-7 év, hogy ez senki nem tudta, hogy mi ez, miről beszélünk, milyen fenntarthatóság, micsoda. És aztán ez így elkezdett egyre inkább témává válni, És most már összekapcsolnak bennünket ezzel, és nyilván ti is ezért örülök én most itt, aminek nagyon örülök, mert nekünk ez nagyon fontos. De azért én azt látom, hogy kétfajta résztvevő van. Az egyik fajta résztvevő az, akinek ez tényleg fontos, tehát tudatosan próbálja ezt a tendenciát a saját életében is követni, és azért a vásáron tulajdonképpen az történik, hogy olcsón lehet ruhát vásárolni. Tehát azok az emberek, akik kevésbé tehetik azt meg, hogy eredeti áron üzletben vásároljanak, ők is nagyon sokan vannak. Tehát hogy azért ez egy ilyen kétpólusú dolog, és a vásároknak nem, tehát nem az összes vásárlónk van azért ott, mert hogy ő neki ez fontos, és ő próbál így élni, hanem egyszerűen ezt engedheti meg magának. Hogy kérdezem, hogy beszélgetünk itt a használt ruháról. Szerintetek mennyire fenntartható a használt ruha? Olyan értelemben mindenképpen fenntartható, és mindig ezt mondjuk, hogy sokkal több értelme van valamit továbbadni, és az annak még... Tehát, hogy ez igazából csak az életciklusának a meghosszabbítása egy tárgyunk. Tehát annyi, hogy mondjuk néhány évvel később kerül a kukába, de vége a kuka, de mi nem tudunk egy iparágat felhúzni erre, hogy ne a kuka legyen a vége, tehát ahhoz mi nem értünk. De én azt gondolom, hogy a magunk részéről ez is már egy jó dolog, hogy vagy itt is a gondolkodáspontnak a formálása, tehát ez nagyon jó, hogy mi is tudunk erről beszélni, és most már egyre többen értik azt, hogy mi ezt miért csináljuk, nekünk ez miért fontos az, hogy
hogy megint csak, amit az előbb mondtam, hogy egy tárgynak az értéke, nehogy már az legyen az értéke, hogy hány forint van ráírva a polcon, mert ugyanazt a tárgyat meg tudod venni, hogyha már valaki felvette kétszer-háromszor, és semmi baj, a tökéletes minőség töredék áron. Tehát, hogy akkor ezért ez csak elgondolkoztatja az embert, hogy miért fizetek, mit fizetek meg, vagy... Na, és akkor ezek ilyen első gondolatok ahhoz, hogy az ember erről az egészről egy kicsit globálisan elkezdjen gondolatokat formálni. Hát én hulladékgazdálkodási szakember vagyok, és ugye a hulladék hierarchia az úgy szól, hogy megelőzés, aztán újra használatra való előkészítés, aztán hasznosítás, és akkor égetés, lerakás. Tehát egyértelmű ez, hogy meg kell előzni, hogy a hulladék képződjön. Ennek meg csak egyetlen egy módja van, ha tovább használjuk. Tehát azt gondolom, hogy fenntartható, mert hogy ekkor nem képződik hulladék. Hát hogyha elfogadjuk azt, hogy a hulladék képződés nem egy jó dolog, és tudjuk, hogy a falusi ember akár 50-80 évvel ezelőtt úgy élte le az életét, hogy egyáltalán nem termelt hulladékot, mert minden hulladékot valamilyen módon felhasznált, és értékes volt számára, akkor, és ez mondjuk évezredekig, meg tízezredekig, meg most már lassan 1-200 ezer évig így működött, akkor tudomásul kell venni, hogy ez így fog működni a későbbiekben is, mert egy zárt rendszer, és mi egy zárt rendszerben vagyunk itt a Földön, nem lehet végtelen módon növekedni, nem lehet minden természeti kincset, amit évmilliókon keresztül kialakult két-három ember öltő alatt felhasználni. Tehát vannak egyszer-egyek, nem tudok más mondani. Ebbe tartozik bele az is, hogy ugye is volt egy ilyen kérdés, amit előtte föltettek nekünk, hogy lehet-e sokkal környezetkímélőbb a textilipar. És azt kell mondjam, hogy sok, nyilván megvannak a lehetőségek, hogy a technológiát folyamatosan fejlesztjük, de akkor is sok víz kell hozzá, akkor is nagyon sok energia kell hozzá, és nagyon sok anyag kell hozzá. Tehát anélkül nem megy. Tehát, mert abban a pillanatban, hogy elkezdjük könnyíteni, akkor már műszálat kell használnunk, ha műszálat használunk, akkor az degradálódik, és belekerül a tengerekbe, és mikroműanyaggá válik. Tehát egy csomó problémát viszünk ezzel magunkkal. Én visszatérve csak a használt ruhákhoz, hogy nekem csak az a gondolatom támad, hogy vajon nem fenntartható be csak lokálisan gondolkodni a használt ruhákban, és hogy az mondjuk leszámítva, hogyha igen, a fejlődő országoknak a fejlődését támogatjuk gazdaságilag, de hogyha nem fejlődő országokba juttatjuk el ugyanazt a ruhadarabot sokkal nagyobb energiafelhasználással, amit akár megszerezhetünk itthon is, mint használt ruha, akkor talán attól még a használt ruha értékesítés is fenntarthatóbbá tud válni, és akkor ezt támogatja ugye az olyan kezdeményezés, ami lokális és használt ruha értékesítésre épül, és talán még a használt ruha vásárlási döntéseinkben is lehetünk fenntarthatóbbak ezáltal. Szerintetek igaz a mondás, hogy mi a turkáló nagyhatalom vagyunk Magyarország? Ez több helyen, többször, több formában már elhangzott. Talán igen, mert szerintem nálunk, hogyha egy közösségben megkérdeznénk, hogy ki vásárolt már életében használt ruhát, és akkor fel is tehetjük majd, akkor talán nagyobb százalékban van erre pozitív válasz, mint mondjuk más nyugati országokban, ahol nincs erre igény. De bár az is mondjuk egy kicsit, az is most már divatossá vált, szóval ez sem teljesen igaz. Szerintem nem mindegy, hogy miért vásárol az ember használatot, megint csak ezt kell, hogy mondjam, mert hogy ezt teheti meg, és akkor valószínűleg, amit kérdezel az elsősorban, inkább erre
utal, hogy nagyon sokan tényleg ezt tehetik meg, hogy a háda az opció, és vége. Vagy pedig van mondjuk már egy olyan egyáltalán társadalmi nevelés, vagy ez a téma egyáltalán olyan mértékben kap mondjuk felületet egy országnak a kommunikációjában, vagy egyáltalán a beszédben, a közbeszédben, hogy igenis az emberek tudatosabbak, és egyre tudatosabbak, és charity shopból vásárolnak, és second hand boltokból vásárolnak, pont ezért, amiről beszélünk, mert belátják azt, hogy egyrészt semmivel nem jobb vagy rosszabb, másrészt pedig egyszerűen nem tehetjük meg már a földdel azt, amit azért csak azért is megpróbálunk, szóval, hogy ez így nem megy sokáig, és akkor próbálnak gondolni az unokákra, meg a gyerekekre, hogy oké, hello, de velük mi lesz, szóval igen. Annyit hozzátennék, hogy egyébként láthatóan felértékelődött a használt ruhaértékesítés, hiszen ma már majdnem minden plázában van. És ha bemegyünk, azt látjuk, hogy kulturáltan működik, sok ember van benne, tehát egyértelműen felértékelődött a használt ruhaértékesítés, a kereskedelme, és nem véletlen, hogy a plázák is kérik, hogy jöjjenek be, az arculata is sokkal komfortabb lett a többi árusító helyhez. Tehát egyértelműen ilyen szempontból egy pozitív tendenciát látok én mindenképpen. Képzeljétek el a kérdőívvel, amit föltettünk. Nagyon-nagyon fontos, ugye mi mondtam a fenntarthatóság, tehát 70%, és mégiscsak 30% vásárol használt ruhát és second és vintage boltokban. Szóval azért érdekes, hogy a fiatalok körében úgy tűnik, hogy nem biztos, hogy ez az útirány, hogy ezt vásároljanak. A plázákra egy visszatérve, hát az igen, az pont a fenntarthatóság ellen megy ezek a nagy plázás önmagában, ez egy megkérdőjelezhető dolog. Igen, ez volt a fontos, hogy tényleg, hogy ha azt is feltettük azt a kérdést, hogy menjünk egy kicsit jobbába fenntartható, mit gondolnak róla, és 81%-uk mondja azt, hogy a hulladékgazdálkodás ez a fenntartható irány. De amikor most így beszélgetünk, azért nagyon sok lába van, ahogy ti mondtatok, ugye, hogy nem csak a hulladékgazdálkodás a fenntarthatóság, hanem maga az, ami elhangzott tőletek, hogy az edukáció. És akkor kicsit beszéljük erről, hogy hogyan, azt nem mondtad, hogy igen, divatmárkának magának kéne edukálni, a Petra is mondta itt, hogy ezért a magyar divatmárkák ezért tehetnek, de tudtok mondani, hogy ez hogyan lehetne még szerintetek, hogy edukáljuk a fiatalokat, vagy esetleg az idősebbeket is? Bár volt egy érdekes bejegyzés, bocsánat, ugye Facebookon kitérve, hogy egy nagymama korú hölgy összevitatkozott az egyik ilyen bevásárló központos pénztárossal, hogy mondta neki, hogy nem fenntartható, és pont amit Mihály mondott, elmondta, hogy de ő fenntartható volt, most már nem az, hiszen elmondta, hogy hogyan vásárolt a boltban, nem kapott soha műanyag táskát, nem volt mobiltelefon, hogy ő telefonáljon, hanem vezetékes telefon volt, hanem személyesen találkoztak, és akkor nagyon jó volt ezen Facebookon, így megosztotta a nagymama, hogy ő fenntartható volt, de most, aki ott ül vele szemben, ő nem az. Csak ezt így, de tényleg érdekes volt, hogy egyszer megosztó, nagyon jó volt. Így visszatér, hogy Mihály mondta, hogy régen fenntarthatóbbak voltak sokkal az emberek, és gondolkodásmódban is. Szóval visszatérnénk, szóval szerintetek hogyan lehet érzékenyíteni még a fogyasztókat? Én tényleg azt kell, hogy elmondjam, amit már a beszélgetés előtt privátban elmondtam, hogy tehát, hogy oké, most mi a divat felől közelítve beszélgetünk erről a kérdésről, de hogy ezt egy ökológiai kérdésként és egy globális kérdésként, ha vizsgáljuk, és most tényleg nem a horror adatokat akarom itt felsorolni, nem is tudom, meg nem ez a szakterületem, de azért a tendencia nagyon súlyos, és a sebesség is nagyon durva, amivel haladunk a katasztrófa felé. Tehát, hogy erről tényleg nem csak így beszélgetünk egy kávé mellett, hanem hogy ennek úgy az ember elkezdi a komolyságát így érezni, vagy megfontolni, akkor azért az én egészen biztos vagyok benne, hogy nem egyes emberre tehető felelősség ez. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy állami feladat, az edukáció, és nem feltétlenül csak a médiában, hanem azt gondolom, hogy az oktatási rendszerben, az óvodától kezdve
a legfontosabb tantárgy, mert az életünkről, meg a jövőnkről, meg a Földnek a jövőjéről beszél. Tehát nem nagyon tudom elképzelni pillanatnyilag most, hogy milyennél fontosabb. De tényleg, most meg akarunk halni, vagy nem? Vagy hogy mikor akarunk meghalni? Tehát, hogy na, ennyi igazából. És azt gondolom, hogyha ez bárkit úgy komolyan érdekel, akkor ezt egy rendszer szinten kell a kicsi gyerekeknek elmondani. De az a nagy egészet globálisan. És persze világos, tehát hogy mindenki a saját lehetőségeihez mérten tud ebben tenni. De ha a saját lehetőségeihez mérten tesz ebben, az már egy hatalmas dolog. És nyilván nagyon nehéz ez a téma, mert senkit nem lehet, ez a másik, amit én érzek, és ez nagyon, szerintem nagyon problémás, hogy folyamatosan egymásra mutogatni, és elvárni azt, hogy te miért nem csináltad azt, hogy miért jöttél el most, és pamut zacskó helyett most miért a műanyagban. Nem lehet egymást hibáztatni, mert ez nagyon rossz irányba viszi ezt a dolgot. Hát én abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy 10 éven keresztül kellett edukálnom. Egy koordináló szervezetet vezettem 2003 és 2013 között, aminek alapvető feladata volt a szemléletformálás. Erre évente 50 millió forintot költöttünk, ami nem tűnik olyan nagyon sok pénznek, de ebből évente mintegy 10 olyan kiállítást szerveztünk, 500 négyzetméteres kiállítás volt ez, aminek az volt a cím, hogy hulladékból termék. És bemutattuk a magyarországi összes anyagfajtának, többek között akkor már a ruhával és a textillel is foglalkoztunk, hogy mi történik vele? Mi volt a kiinduló pont? Az, hogy amikor elkezdtünk 2003-ban országosan szelektíven gyűjteni, akkor mindenki elkezdte mondani, de úgyis összeöntik. Na most miután mi ezt a rendszert finanszíroztuk, ez egy finanszírozó szervezet volt, nekünk érdekünk volt, hogy hát ne az legyen a kép a lakosságban, hát úgyis összeöntésre kerül, hanem tanulják meg. Ezért elvittük az összes megyei jogú városba ezt a kiállítást, több száz óvodába és iskolába, mert ezt nekünk dokumentálni is kellett, körülbelül 500 000 gyerek látta, és hát rengeteg felnőtt. Például többek között nem ebben az iparművészeti múzeumban, de a rendes iparművészeti a nagyban, ott is csináltuk egy ilyen kiállítást. Az egész nagy csarnokot megtöltöttük, mint egy 80 magyarországi hulladék hasznosító cég mutatkozott azon be. És mondom, elvittük az összes egyetemre, ami Magyarországon jelentős volt. Ennek ellenére ma ott tartunk, hogy az emberek jelentős része azt mondja, hogy úgyis összeöntésre kerül. Tehát 10 évünk, azt mondom, hogy elfüstölődött szinte. Tehát nagyon sokat dolgoztunk vele, nagyon sok fiatal... De nem azok az emberek mondják, akik lettek egy kiállítás nyilván. Nyilván nem azok az emberek mondják, de csak ezzel azt akartam érzékeltetni, hogy az edukációnak nagyon-nagyon lassú és hosszú távú hatása van. Meg a léptéket. Tehát azt kell mondjam, hogy ne várjunk tőle csodát, ha politikusok, ha szabályozás nem fog az élére állni ezeknek a dolgoknak, nem lehet csak az emberektől várni azt, hogy ők megváltoztatják a saját környezetüket, meg a gondolkodásmódjukat. Tehát ehhez mindenképpen szabályozásra van szükség. Erre mondok egy nem textil, de egy másik példa. 2012-ben született egy olyan szabályozás, hogy nem lehet ingyen adni a nejlon zacskókat az Oceanban, meg a Tescóban, meg a többi helyen, hanem fizetni kell érte. Azonnal töredékére, mikor csak 5 forintot kellett fizetni érte, és azonnal töredékére csökkent az igény, amikor meg ezt fölemelkedett 25-re és 50-re, gyakorlatilag nulla. Ma alig az embereknek az 1-2%-a kér nejlon zacskót, amikor vásárol, már mindenki tudja, hogy vinni kell magával a valamilyen szatyrot. Tehát, hogy ennyire fontos szerepe volna a szabályozásnak, hogy egy jó szabályozás egyik pillanatról a másikra megszünteteti a pazarlást. Elnézést, tehát vagy retorzió, vagy díjazás. Csak ebből értünk.
Igen, de bocsánat, csak egy utolsó mondat, hogy az, hogy világvége lesz, az teljesen szürreális. Tehát, hogy szerintem az ember azt nem tudja úgy elképzelni, hogy akkor most itt tényleg... Tehát, hogy olyan kényelmes az életünk, és annyira megvan minden, nem volt háború az életünkben, vagy nem tudom, tehát, hogy majd a szüleinknek sem talán, már inkább az én generációmnak, csak a nagyszüleinek. Tehát, hogy ilyen távoli nagymama elmesélésből tudjuk, hogy milyen az, amikor igen nagy a gáz. De hogy így el sem tudjuk képzelni. És az viszont, hogy ebből a kényelmes helyzetből alábbadjunk, úgyhogy nem érezzük ennek az egésznek a szorítását, szerintem nagyon kevés ember képes magát korlátozni ebben, és ezért jó a 25 forint. Nem lehet a fantáziára bízni, mert én sem tudom elképzelni, csak nagyon belegondolok akkor valami szörnyűséget, és akkor... De nem elvárható szerintem. Kicsit elkanyarodunk, de én fontosnak tartom, tudomásul kell venni, hogy az ember képtelen hosszú távon gondolkodni. Ez alatt a hosszú távot az alatt értem, hogy 60-80-100 évben. Tehát az még fontos nekünk, hogy mi lesz a gyerekeinkkel, meg még az is fontos, hogy mi lesz az unokáinkkal. De hogy már az ükunokáink, bele se tudunk gondolni, hogy lesz-e egyáltalán ükunokánk. Tehát nem tudunk 60-80-100 év, már pedig a ma cselekedeteink, azok 60-80-100 évre hatnak ki. Tehát képtelenek vagyunk egyes emberként is, meg pláne társadalomként is 60-80-100 évre előre gondolkodni. Ez egy nagyon fontos dolog, és ebben a humán etológusok nagyon komoly, meg Csányi Vilmos nagyon komoly megerősítést tud adni, hogy ez így van, nem tudjuk a következő évszázadnak a történéseit magunkévá tenni és átérezni, hogy azoknak milyen problémájuk lesz, pedig sajnos nagyon sok szidást fogunk tőlük kapni. Ti hisztek abban különben, hogy ez akkor, ha már hosszú távú gondolkodás, hogy ez 2050-ig valami fog változni? Sikerül valamit a divatiparban? Muszáj. Szerintem. Így van. Csak kérdés, ugye az a baj, hogy amit csinálunk, annak, amit ma csinálunk, annak 50-100 év múlva lesz igazából a hatása. Tehát ugye van egy tehetetlensége ezeknek a folyamatoknak, és ugye az ember meg hajlamos arra, hogy amikor már tűz van, akkor lépjen, és itt nincs tűz. Én csak azon gondolkodom, hogy vajon milyen szabályozásokat lehetne behozni a divatiparba, mert mondjuk kötelezni, maximum megtiltani lehet bizonyos működési elveket, vagy alapanyag felhasználást, és az is csak hosszú távon tud működni, mert hogy ahogy a... Hát, vagy olyan módon korlátozni, hogy az előállítás arányában hozzájárulni, amit végül is az előbb mondtál a jóvátételezéshez, vagy nem tudom, hogy mondjam ezt igazából, mert nem tudom konkrétan megmondani, hogy... Igen. De hát valójában pont ehhez a hulladék gazdálkodáshoz és ennek a megoldásához valamilyen módon, tehát bevétel arányosan, vagy forgalom arányosan. Szóval nem tudom. Kíváncsi lennék. Én is. Szerintem ki fog jönni, és tudni fogunk róla, biztosan. Nem. Tehát azt gondolom, hogy elfoglalkoznunk kell mindenképpen. Kicsi pozitív felütéssel zárjuk akkor a mait, hogyha már így elmentünk, hogy mindjárt itt és égni fogunk, de hogy magunk, mint emberek, mint személyes emberek, vagy édesanyák, édesapák, stb. Mit tehetünk azért? Szerintetek, most kifejezetten a divatiparra, mert minden máson már többször elmondtuk, hogy mit lehet tenni, az, hogy tanítsuk a gyermekeinket mi is. Hát először is ne vásároljunk ennyi ruhát, úgy vásároljunk ruhákat, hogy ezek összepasszolhatóak legyenek. Tehát, hogyha veszek 10 ruhát, az a 10 egymáshoz illeszkedjen. Jó, kapszula ki az a gyerek. Van már ilyen fogalom, ez a kapszula gardrób. Igen, jó, hát. És akkor úgy kell. Tehát például az én lányom, az egyik lányom az nagyon sokat vásárol, és igyekszik modern módon, a másik pedig így vásárol, hogy viszonylag kevés ruhája van, de azt változatosan veszi föl. Tehát még családon belül sem mondhatnám, hogy nagy összhang meg egyetértés van. Kétségtelen tény, hogy különbözőképpen reagálnak.
én a tartóságra és a kényelemre helyezném hangsúlyt. Néhány év, egy 10-15 évvel ezelőtt ez Nyugat-Európában egy trendi volt, hogy tartós, kényelmes dolgokat kezdtek hordani az emberek. És aztán úgy tűnik, hogy ez változott, változóban van, aminek nem örülök, mert ez nyilván a fenntarthatóság rovására megy. És az esztétika beletartozhat még valami? Abszolút. Hát attól, hogy igen, attól, hát, hogy kényelmes igen. És tartós valami, attól miért ne lehetne esztétikus? Igen, mert van, aki ezt hát a kettőt így nem... Ez a kihívás benne. Vagy, igen, hogy azt gondolja, hogy ez a kettő összeegyeztethetetlen, és akkor döntenie kell, és ebből adódóan is például van, aki azért nem... Tehát, hogy van egy ilyen fikció a fejben, hogyha fenntartható egy divatmárka, akkor, vagy hogyha ezeket a fogalmakat használja, akkor ilyen sztereotíp jelleggel megjelennek ilyen zsákruhák maguk előtt, meg olyan sztereotípiák, amik már eleve nem is engedik a közelébe az ilyen márkáknak egy bizonyos réteget. És akkor ezért meg kell győzni őket, hogy közelebb kerüljenek. Valószínűleg el fog jönni az idő, bocsánat, amikor vissza kell hozni a gyártást például Európába. Mert a kínaiak már nem fogadnak hulladékokat, már egy csomó minden változik náluk is, miközben hosszú ideig, évtizeden keresztül abból éltek, hogy rendkívül sok hulladékot vásároltak, és a hulladékot feldolgozták, és hasznosították. Most már nem fogadnak be hulladékokat, és ugyanígy lesz a gyártással is. Ott is előbb-utóbb meg kell fizetni a munkaerőt, meg kell fizetni az anyagot és az energiát. És akkor vissza kell hozni Európába, és nem ennyibe fog kerülni a ruha, mint amennyibe most kerül. Tehát ezt tudomásul kell venni, hogy ez az átterhelés, és persze akkor ott keletkezik a hulladék, ott keletkezik a légszennyezés, a folyók szennyezése, minden, mert hogy mi már csak átvesszük ezeket a termékeket, és még ráadásul nem is okosan használjuk őket. Ez meg fog változni egészen biztos. Tehát én például ebben is bízom, hogyha visszakerül, és az európai embernek kell ezt előállítania, akkor sokkal jobban fog rá vigyázni. Én csak azt tudom mondani, hogy tehát egy példamutatással, tehát nyilván a gyerekeknek az lesz a természetes, amit, vagyis hát remélem, amit a szüleiktől látnak, és hogyha úgy csináljuk az életünket, ahogy szeretnénk, hogy majd ő is, akkor és ebben tudatosak, meg következetesek vagyunk, és mondjuk elmondjuk, hogy mit miért csinálunk úgy, ahogy csinálunk, akkor van rá némi esély szerintem, hogy ezt a gondolkodásmódot tudjuk átörökíteni. Én ebben hiszek, vagy próbálok. Hát nagyon szépen köszönöm. Én azt gondolom, hogy azért feszegettünk egy-két érdekesebb, kellemetlen témát is, de így jó, hogyha több oldalról megnézzük szakmailag, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és hogy őszintén és hitelesen beleálltatok a véleményetekbe, és elmondtátok. Köszönöm, meg köszönöm, akik itt voltak velünk, és a nézőnek is, akik néztek minket online. Úgyhogy szép estét kívánok mindenkinek. Köszönjük szépen. Köszönjük mindenkinek.